Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 17-én nyílik újra egy égi kapu a plejádok felé. Ezen a napon van egy spirituális terület, hiszen kinyílik ez a kapu erre az élet területre. Azon kívül itt megvan a gyógyító erő egy ilyen napon. 17-én ezen a portál napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Részt vehetsz ezen a szertartáson, e-mailen keresztül lehet jelentkezni, az energiai egyensúly 4000 forint. És, hogy miről van konkrétan szó, erről beszámolok most ezen a felvételen. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, azt a maják számították ki, tehát a forrás, az tulajdonképpen a maja naptár. Egy ilyen napon megvan a kapcsolat a plejádokkal. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét. De a majáknál ez 13 napig tart. December 17-én, ezen a portál napon még az egyes hullámban vagyunk. Az jelenthet egy új kezdetet, az jelenti a mi énünket és a saját döntéseinket. Ezen a napon, tehát ezen a portál napon, a 13. napban vagyunk ebben az egyes hullámban, tehát az utolsó nap. És december 18-án indul a kettes hullám. Ha érdekel az, hogy melyik napon mi történik a maja naptár szerint, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Tehát 18-án indul majd a kettes hullám, az egészen más energiát jelent, hiszen utal kapcsolatokra, különösen párkapcsolatra, utal bizonyos szerződésekre is. Ezen a szertartáson 17-én kitérek erre a témára is, hogy legyen szerencse párkapcsolat területén, vagy legyenek előnyös szerződések. A maja naptárban vannak ezek a hullámok, és mint említettem, egy hullám 13 napig tart, és 17-e a 13. hullám. A majáknál a 13-as szám volt a szerencse száma, ez szerencsét kell, hogy hozzon. Azon kívül jelenti a misztikus dolgokat is. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum. 17-én ben az a szimbólum, lefordítva az jelenti az élet fáját. Ezért is mutatom a fákat itt a felvételen. Tehát az élet fájáról van szó. Ez is egy téma most ennél a szertartásnál, ennél a portálnapnál. A fának megvan a gyökere. Ez jelentheti az őseinket. Viszont a fa növekszik, és mutatja az égi erőt is. Tehát megvan a kapcsolat az égi hatalom és a földünk között, de megvannak a gyökereink is, tehát megvan a kapcsolat az őseinkkel is. A fa jelzi a biztonság érzetét, ahol le tudunk gyökerezni.
Ez lehet egy biztos munkahely, vagy a lakhely, vagy egy tartós párkapcsolat. A fának van gyógyító ereje is. Ugyanúgy, mint a portálnapoknak, ott is mindig megvan a gyógyító erő. A fa jelképezi a koronája, a célokat, a magas célokat. Ez is egy fontos téma most, hogy legyenek célok, és legyen meg a türelem és a kitartás ezeket a célokat elérni. A fa jelenti természetesen az erdőt, vagy a természetet. Ami úgy hirtelen most eszembe jut, ha így a fákra gondolok, vagy az erdőre, hogy a politika területén, az egész világon most mindenütt a CO2-ről beszélnek, nem tudom magyarul, hogy mondják, hogy lehetne ezt lefordítani, de bizonyára értitek, hogy mire akarok kitérni, hiszen a fáknak erre szükségük van. Ők ezt belélegzik. És mit lélegeznek ki számunkra? Az oxigént. Tehát tisztítják a levegőt. Ezen talán el lehetne kicsit gondolkodni. Visszatérve erre a szertartásra, a téma az, hogy lezárjunk valamit, legyen egy új kezdet, legyenek kapcsolatok, azon kívül jó szerződések, hogy megtaláljuk a helyünket az életbe, ahol le tudunk gyökerezni, és hogy legyen türelem, kitartás, hogy elérjük a céljainkat. Azon kívül gondoljunk kicsit a természetre is, talán egy kis séta az erdőben jót tenne nekünk. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!